Ez volt az első folyosós interjú Lipcsei Dániellel. Diana Szenésről Amerikából érkezett szolnokra, angol tanárként ő volt az ötletgazdája annak az online kiadványnak, melyet több mint 20 diák szerkeszt a Varga Katalin gimnáziumban. A folyosó című publikáció a tanulók körében nagyon népszerű, megoszthatják gondolataikat, történeteiket, fogalmazásaikat, valamint művészi alkotásaikat is az olvasókkal. And so I read the writing. Angol tanárokként sok írásbeli feladatot adok a tanulóknak, és amikor valami érdekeset látok, engedélyt kérek tőlük a közzétételhez. Néha maguktól is küldenek nekem munkát. Miután átnéztem, elküldöm nekik a javításokat és a javaslataimat. Ha elfogadták ezeket a szerkesztéseket, előkészítem a műveket a publikálásra. He has a really unalienable aspect for colors. Kassai Lilla az egyik szerkesztő a színek erejéről írt cikkében. A diákok minden héten új témaköröket dolgoznak fel, melyek alapján el kell készíteniük a saját esszéjüket. Az alkotó munka azonban nem csak a kreativitásukat fejleszti. Véleményem szerint ez azért jó ötlet, ez a kezdeményezés, hogy megoszthatjuk a munkáinkat, mert hogyha pozitív visszajelzést kapunk rá, akkor az önbizalma az embernek lényegesen megnövekszik. www.folyosó.com A cikkeket ezen a címen érhetik el. A Folyosó című online kiadvány egyelőre angolul olvasható. A tervek szerint azonban hamarosan magyar alkotásokkal is bővül az internetes felület.